Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 50 méteres magasságból láthatunk rá a városra, óriás kerék épül Pécset. A járvány sem akasztotta meg a mesterképzést, okleveleket adtak át a pécsi iparkamarában. Új színházzal és rendezvénytérrel gazdagodik Pécs, októberben nyit az Escargó Szobaszínház. Hazai pályán nyert a PMFC, a Siófokot győzte le a baranyai csapat. Új látványossággal bővül Pécs látképe. A Lánc utcai rendelő előtt ugyanis már építik a szakemberek az óriás kereket. A Pécs AI névre hallgató szerkezet 50 méteres magasságba viszi majd fel az érdeklődőket néhány perc alatt. Amint elkészült, egy 6 hónapos tesztidőszak következik, ekkor megfigyelik, hogy milyen forgalommal működik a létesítmény. A pécsiek többsége azonban nem ért egyet a helyszín kiválasztásával. Különös szerkezeti elemek hevernek a pécsi Lánc utcai rendelőintézet előtt. Ezen a területen épül az óriás kerék, mely a Pécs AI névre hallgat. Az 50 méter magas létesítményt egy vállalkozó fogja működtetni, aki az önkormányzattól bérli a területet. Előzetesen 3000 jegyet lehet értékesíteni, ha elkészül a látványosság. A pécsiek vegyes érzésekkel fogadták a hírt. Ezen a helyen pont a Lánc utcánál mondjuk erre nem számítottam, mondjuk egy vidámpark vagy valami, igen, de hát engem nem zavar. Igazából. Maga az óriás kerék úgy összességében nem rossz ötlet, helyszínre nem 100%-osan értek egyet, majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Tehát majd amikor felállítják, megyünk vele esetleg egy kört, szerintem egy kicsit perem területen van, legalábbis, hogyha a belváros nézzük, meg a turisztikai látványosságokat nézzük. Nem ide való. Föl van a mesekre, vagy valahova, nem a város közepére. A rendelő intézet mellé, ahol betegek járnak, meg minden. A megkérdezettek a helyszínt kifogásolták, ám mint azt Pécs alpolgármesterétől megtudtuk, a domborzati viszonyok és a közművek kialakítása miatt ez a terület bizonyult a legmegfelelőbbnek. Ruzsa Csaba hozzátette, a szerkezet összeállítása után egy 6 hónapos tesztidőszak következik. Ez idő alatt többek között felmérik azt, milyen forgalommal működik az óriás kerék. Alapvetően az a cél az volt ebben az egészben, hogy a belváros és a zsolnai negyed között több olyan fejlesztési elem van tervezés és elképzelés folyamatban, amivel szeretnénk ezt a forgalmat növelni. Tehát egyrészt nem csak a turisták, hanem azt szeretnénk, hogy a pécsiek és a zsolnai negyed és a belváros között könnyebben közlekedjenek, tehát ennek is szeretnénk a jövő évben megoldását bevezetni. Amennyiben sikeresnek bizonyul a látványosság, úgy a következő időszakra is marad, tette hozzá Ruzsa Csaba. Kiemelte, ezzel az elemmel az önkormányzati bevételek is gyarapodhatnak, amellett, hogy a működtető vállalkozó is nyereséget termelhet. Pécset emelkedik a koronavírus örökítő anyagának mennyisége a szennyvízben. A koronavírus vízzel, szennyvízzel nem fertőz, viszont a szennyvíz vizsgálatával lehetővé válik a vírus terjedésének nyomon követése. Több szennyvíztelep mintáiban növekedő tendenciát mutattak ki az új koronavírus örökítő anyagának mennyiségében, ezek között Pécsen is. A szennyvízben kimutatható koncentráció növekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését. Ünnepeltek a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál október 2-án. 3 szakma képviselői kapták meg mestercímüket az iparkamaránál végzett sikeres tanfolyamok után. Az oklevél nem csak a legmagasabb szakmai szintet jelenti, de csak ennek birtokában oktathatják a tanulókat gyakorlatban. Összesen 22 mestert avattak a gazdasági önkormányzatnál októberben. Mesteroklevelét veszi át Csorbics Benjamin a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában október 2-án. A férfi fodrász végzettségű szakember azt mondja, sok olyan ismeretet szerzett a mestervizsga tanfolyamon, ami segíti a pályáját. Ajánlom mindenkinek, aki a szakmájában dolgozik és akar fejlődni és tudást szerezni, az menjen el és csinálja meg ezt a mestervizsgát, mert nagyon sok pluszt, nagyon sok ismerettséget, kapcsolatot teremt, illetve nagyon sok olyan külsős tudást tud beszívni az ember, amit magától egyébként nem biztos, hogy megtalálna, érdeklődne iránta. Egy másik szakma mestere veszi át az oklevelét ezen a felvételen. A gázszerelők is október elején kapták meg a mester címüket igazoló dokumentumot. A legfontosabb a szakmai előrehaladás volt, tehát új technológiákat is láttunk, új anyagokat is ismertünk meg,
és új embereket is, tehát gyakorlatilag ez minden téren előrébb vitt minket. Tanultak még pedagógiát, vállalkozói ismereteket is, mert ma már csak mesteroklevéllel végezhetik a gyakorlati oktatást a különböző szakmák képviselői. Ezért is fontos, rangot jelent a mesteroklevél a jelentkezőknek, mondja az iparkamara alelnöke. Ezek az emberek megfelelő szakmai ödünt adta, szakmai ismerettsége, szakmai színvonallal jelentkeznek, és ez én úgy gondolom nagyon fontos a jövőképünkbe, akik tovább tudják adni a szakmát, akik majd velünk újra tudnak kommunikálni és segítenek, mert kiöregszünk, nincs mese, hát lélek megy, akik átveszik a stafétamutat. Összesen 22-en kapták meg a mesteroklevelüket októberben ünnepélyes keretek között a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. Ők három szakmát képviselnek, fodrász, villanyszerelő, valamint gázszerelő. Elfogadta a kormány a Magyar Orvosi Kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó javaslatot, és a hálapénz kivezetéséről is megállapodás született, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videóban, miután több hónapos előkészítő munkát követően találkozott a kormány és a kamara delegációja. Kiemelte, a kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó bértáblát, javaslatot a kormány elfogadta, az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlés elé. Megállapodtak továbbá arról, hogy ezzel párhuzamosan a hálapénzt is kivezetik a magyar ellátórendszerből. Pécs városa október 22-én egy újabb színházteremmel és rendezvénytérrel gazdagodik, Eszkárgó Szoba Színház néven. Az 50 fős nézőközönséget befogadni képes új intézmény fő küldetése, hogy közelebb hozza egymáshoz a kulturális élet szereplőit, a művészeteket és a közönséget. Saját előadások, vendégprodukciók, mini koncertek lesznek a tervek szerint az új kulturális térben. Itt a pécsi Endres György utcában nyílt meg a Baranyai megyeszékhely új színháza, amit hivatalosan hétfő délelőtt mutattak be a sajtó képviselőinek. Létre tud jönni egy gondolkodó, kritikus és bátor színházi műhely itt, és ez szerintem állatira izgalmas és fontos, azt képzelem ennek a városnak. Mondta az Eszkárgó Szobaszínházról a sokoldalú Beck Zoltán. Ennek az új játszóhelynek a története több évre nyúlik vissza, mondja az Apollo Kulturális Egyesület elnöke. Ők, illetve az Eszkárgó Hajója Színházi Nevelési Szövetkezet és az EK Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állnak a Szobaszínház működtetése mögött. Az anyagi hátterüket minisztériumi pályázatok segítik. Ezek főként az egyedi támogatások, tehát a TAU rendszer átalakítása kapcsán jutottunk egyébként akarvakatlan és nagyobb forráshoz, tehát ez látszik, hogy ez egy gazdagabb lehetőséget kínált. Százalékos arányban azt lehet mondani, hogy közel 50%-kal növelte a költségvetést, ami lehetővé tette azt is, hogy ez a hely legyen itt és létrejöjjön. Az 50 fő befogadására alkalmas Szobaszínház október 22-én várja először az érdeklődőket. Céljuk, hogy a bensőséges térben közelebb hozzák egymáshoz a művészeket és a közönséget. A NAV baranyai munkatársai október 5-e és 11-e között hétfőn Pécsett az építőanyagkereskedőket, kedden a szigetvári piacon értékesítőket, csütörtökön pedig Óbányán és Mecseknádasdon a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát, az alkalmazottak bejelentését, valamint indokolt esetben forgalomszámlálást is végezhetnek. A megye építkezésein továbbra is folytatódnak a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellenőrzések. Leo Gekko és a Cipős doboz kórház címmel jelent meg Werner Nikolett legújabb mesekönyve. A kötet folytatása egy korábbi prevenciós célú alkotásnak, amit szintén a pécsi író álmodott meg. A mese elsősorban a koronavírus járvány okozta nehézségek feldolgozásában segít a gyermekek számára, emellett hangsúlyozza a betegségek megelőzésének módját, vigaszt nyújt a betegségben szenvedő gyermekeknek és hozzátartozóiknak, valamint az önkéntesség fontosságára is felhívja a figyelmet. A mese különlegessége, hogy 2019-ben íródott Észak-Macedóniában, még jóval a koronavírus megjelenése előtt. Bár a könyv reflektál a vírus helyzetre, nem kifejezetten ennek hatására íródott a mű, mondja az alkotó. Foglalkoztam azzal, hogy akkor egyfajta tudatosság legyen a feldolgozásban a gyerekek felől, tehát hogyha ezt elolvasják a gyerekek, akkor sok más prevenciós téma mellett találkozhatnak akár egy világjárvánnyal is, és annak a kezelésével. De a legfőbb konklúzió ezzel kapcsolatban leginkább az, hogy végül is mindennek van jó oldala. Ennek is lehet, és nem biztos, hogy kardunkba kell dőlni, és fontos ez, hogyha a gyerekek számára
egy mese is ezt leírja. Legalábbis fontosnak tartottam. A BFC Siófok csapatát fogadta a PMFC a Merkantil Bank Liga NB2-es labdarúgó bajnokság 11. fordulójában. A találkozó 32. percében Futó Zsombor bedobása után Adamcsek Máté fejelte vissza a labdát, Hegedűs Márk pedig 12 méterről talált a siófoki hálóba, amivel nem csak megszerezte a vezetést, hanem be is állította a végeredményt. A fiatal csatárnak ez volt az első NB2-es gólja. Lendületesebben kezdte a piros-feketében játszó PMFC a fehérmezes BFC Siófok elleni NB2-es találkozót vasárnap. A Merkantil Bank Liga 11. fordulójának 4. percében Hegedűs Márk jobboldali szögletét követően Adamcsek Máté fejelte a vendégek kapuja fölé a labdát. Aztán egy kontra végén a büntető területen belül buktatták Adamcseket, a játékvezető azonban szögletet ítélt. A találkozó 32. percében aztán Futó Zsombor bedobása után Adamcsek fejelte vissza a labdát, Hegedűs Márk pedig 12 méterről talált a siófoki hálóba, amivel nem csak megszerezte a vezetést, hanem be is állította a végeredményt. A fiatal csatárnak ez volt az első NB2-es gólja. Örülök nagyon, hogy a srácok kellő alázattal és kellő hozzáállással mentek bele ebbe a mérkőzésbe, és úgy gondolom az első perctől próbáltuk az akaratunkat az ellenfélre ráerőltetni, ami helyek közel sikerült is, sok helyzetet tudtunk kidolgozni a mérkőzés folyamán. Ebben még mindig belecsúsztak azok a hibák, amik úgy gondolom, hogy javításra szorulnak, de nagyon fontos volt számunkra, hogy most megszerezzük ezt a 3 pontot. A második játékrészben futott az eredmény után a Siófok, és a 60. percben Gál Bálint szabadrúgását lehúzta Helesfai, majd Kecskés Tamás távoli szabadrúgása elakadt a két tagú pécsi sorfalban, így maradt az 1-0-ás végeredmény. Eljött, hogy talajon 2 érintővel, rúgdostuk föl, és több érintővel akartunk játszani. Ez még nem is lett volna gond, ha a párharcokból egy kicsit győztesebben kerülünk ki, de egy kicsit kislányos volt a csapat hozzáállása, és agresszivitásba is felénk nőtt az ellenfél. Talán se lett volna gond, de a harmadik, ami gyakorlatilag megpecsételte a dolgot, hogy Isten igazából az utolsó 10 percben éreztem azt a csapatom, hogy volt akar lőni. A PMFC legközelebb október 18-án Szolnokra utazik az NB2-es bajnokság 12. fordulójában. Ebb összeírást végeznek Pécsen. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján a kutyatartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az ebrendészeti feladatai elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 3 évente legalább 1 alkalommal köteles ezt elvégezni. Az összeírás kapcsán hamarosan minden pécsi háztartásba eljutatnak egy kérdőívet, amelynek pontos kitöltésével és az abban megjelölt címre december 31-ig történő visszajuttatásával teljesíthető az ebb összeírás kapcsán az állatvédelmi törvény által előírt kötelező adatszolgáltatás. A Városháza továbbá tájékoztatja az ebb tartókat, hogy az önkormányzat továbbra sem tervezi az ebb rendészeti hozzájárulás, azaz az ebb adó bevezetését. A PVSK Mecsekfűszér csapata idén is csatlakozott a mellrák elleni küzdelem figyelemfelhívó kampányához, a Pink Októberhez, így az ősz 2. hónapja ezúttal is erről a nagyon fontos témáról szól az együttes meccsein és a közösségi média felületein. A csapat egész hónapban rózsaszín fürdőnadrágban ugrik majd a medencébe, de hogy milyenbe pontosan, az szerdán a Vasas elleni találkozón láthatja majd a közönség. Nagy sikere volt tavalyi egyedi szurkolói pólóiknak is, ezért a 2020-as szezonra is gyártott a klub egy ilyen felsőt, sőt, idén szájmaszkok is lesznek. A szurkolói pólók megvásárlásával bárki csatlakozhat a jótékony célú akcióhoz. Tavaly csak nem 100 000 forint gyűlt össze. Ugye ez a tengeren túlról, talán az amerikai fociból érkezett, a mellrák ellen, illetve a mellrák szűrés fontosságára próbálja meg október hónapban felhívni a figyelmet. Rózsaszín színnel, ami azért érdekes, mert ugye a vízilabda az mindenki számára egy rettetően férfias sportág, nagy küzdelemmel, óriási csatákkal, és úgy gondoltuk, hogy ha csatlakozunk ehhez az akcióhoz, akkor, és a vízilabda játékosok öltöznek rózsaszínbe, akkor azzal talán még inkább fel tudjuk hívni valóban arra a figyelmet, hogy megelőzhető a betegség, hogy nagyon fontos a szűrésen való részvétel, és hogy aki lehet, az próbálja meg csatlakozni ahhoz az akcióhoz, amit mi is most már 3. éve csinálunk. A régió híreivel folytatjuk.
Bosszúból próbálja megvonni az Éjjel-Szekszárd a helyi városvédőktől a Tornai megyeszékhely nevének használati jogát, ezt mondja a civil szervezet elnöke. Szabó Balázs szerint ezt azért teszik, mert ők korábban több az Éjjel-Szekszárdra nézve kínos ügy kapcsán is nyilvánosan megszólaltak. A szekszárdi városvédők elnöke szerint a névhasználat megvonása egyértelműen azt üzeni, hogy az Éjjel-Szekszárd bosszút áll mindenki, aki a kínos ügyeikről nyilvánosan beszél. Mit üzentek a szekszárdiaknak a nevünk elvételével, mégpedig azt üzenték, hogy az ésszel nem lehet szembeszállni. Bosszúból próbálta megvonni a szekszárdi városvédőktől a Tolnai megyeszékhely nevének használati jogát a város Éjjel-Szekszárd vezette kulturális bizottsága, ezt mondja a civil szervezet elnöke. Szabó Balázs szerint az Éjjel-Szekszárd tagok által vezetett kulturális bizottság azért tiltotta meg a városvédőknek, hogy a szekszárd nevet használják, mert az egyesület elnöke korábban több a többségi frakcióra nézve kínos üggyel kapcsolatban is felszólalt, mint hogy például a járvány első hulláma idején az Éjjel-Szekszárd úgy osztott segélycsomagokat, hogy azokkal később nem tudtak elszámolni, vagy pedig, hogy a frakció elnöke Bomba Gábor és egy tagja Csötönyi László hónapokon keresztül törvénytelenséget követtek el, mert köztartozásuk volt, amit egy képviselőnek tilt a törvény. Szabó Balázs szerint a névhasználat megvonása egyértelműen azt üzeni, hogy az Éjjel-Szekszárd bosszút áll mindenki, aki a kínos ügyeikről nyilvánosan beszél. Az üzenet még pedig a következő, hogy az ésszel senki nem merjen szembeszállni, senki nem merjen ellentmondani, nem merjék elmondani róluk az igazságot, nem merjék azokat az ügyeket, amik számukra kellemetlenek a nyilvánosság elé vonni, vagy hozni. Gondolok itt például a botrányos csomagosztásra, gondolok itt például a köztartozásokra, gondolok itt a haverok helyzetbe hozására. A szekszárdi városvédők nem nyugodnak bele az Éjjel-Szekszárd vezette kulturális bizottság döntésébe. Az elnökük azt mondja, az ő személye ebben az ügyben nem számít, de az egyesületük által megfogalmazott célokhoz továbbra is ragaszkodnak, és minden lehetséges módon ellenőrzik a hatalmon levő frakciót. Soha nem voltunk még ilyen erősek, mint most. Több száz támogatói levél érkezett egyébként a saját oldalunkra, és biztatnak bennünket a hasonlóképpen gondolkodók, hogy mentsük meg a várost. Szabó Balázs most azt mondja, fellebbeznek a kulturális bizottság döntése ellen, ha pedig ez nem jár eredménnyel, a bírósághoz fordulnak. Ők ugyanis nem az önkormányzatnál bejegyzett civil szervezet, hanem az annál sokkal magasabb rendű cégbíróság hitelesítette a tevékenységüket. 16 taggal megalakult a Dombóvári Vállalkozói Egyesület. A gazdasági szereplők összefogásának célja, hogy párbeszédet folytassanak a kormánnyal, a megyei önkormányzattal, a dombóvári vezetőkkel, a jövőbeli feladatokról, fejlesztésekről, a helyi cégek érdekeit képviselve. Az alakuló ülésen Süli János tárca nélküli miniszter is részt vett, aki arról beszélt, miként tudna bekapcsolódni az egyesület a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos munkába. Kihagyták a döntésekből, projektekből a dombóvári vállalkozókat az elmúlt években. Minden őket érintő fontosabb kérdésről a fejük fölött döntöttek, így például az adónemek bevezetéséről is. Ezzel indokolták a Dombóvári Vállalkozói Egyesület tagjai megalakulásuk létjogosultságát. A városvezetésben beállt, tavaly októberi változást követően határozták el, hogy létrehozzák a helyi gazdasági szereplők körét. Az a céljuk, hogy a helyben megvalósuló projektekből, beruházásokból jobban kivegyék a részüket, és fejleszék a várost, mondta az alakuló ülésen Pap Zoltán elnök. Ha megkérdeznek tőlünk valamit, akkor mi tudjuk képviselni a vállalkozói réteget, el tudjuk mondani aznak az álláspontját, és ezzel úgy gondoljuk, pozitív irányba tudjuk befolyásolni a városi döntéseket és határozatokat. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere azt emelte ki, ideje volt, hogy párbeszéd induljon a városvezetés és a vállalkozói kör között. Több beruházásnál, fejlesztésnél számítanak majd a munkájukra, és minden információt megadnak számukra. 2018-ban a Tüskei Ipari Park cím elnyerésért megtett minden dombál is meg is nyerték a címet. Ez a terület pillanatnyilag még infrastruktúrális fejlesztés előtt áll. Ezzel kapcsolatosan a pályázat elkészült. Megítélésem szerint a közeljövőben ez pozitív elbírás alá fog esni. Több mint 300 millió forintért tudunk infrastruktúrát fejleszteni. Ez azt gondolom nem csak azoknak jelent majd nagy előrelépést, akik ott vannak, hanem ezzel új vállalkozásokat is tudunk Dombóvárra hozni. Az alakuló ülésen Süli János tárca nélküli miniszter is részt vett, aki a paksi atomerőmű bővítés kapcsán felmerülő lehetőségekről beszélt. Kifejtette, jövő szeptemberben kapják meg az engedélyt a főépület megépítésére, de több mint 80 épületet kell addig is kialakítaniuk.
Ezek zöme acélszerkezetű létesítmény, és mivel Dombóváron hagyománya van az acéliparnak, szerkezetépítésnek, így a munkából a dombóvári vállalkozók is ki tudják venni a részüket. A tendereket az orosz fél írja ki. Fővállalkozó felel mi tulajdonképpen mindenért, de neki is az a célja, hogy a 40% magyar beszállítás arányba, ott minél több magyar vállalkozót vonjon be ezen épületek építésébe, akkor szerez tapasztalatot, kilakíthat közös céget a magyar cégekkel, és akkor így hosszú távon is együtt tudnak működni. A Dombóvári Vállalkozói Egyesület megalakulását követően egy zárt ülés vette kezdetét, ahol a további célokat, terveket vették sorra a megjelentek. Nagy kárt okoznak a veteményesekben a poloskák. Hazánkban elsősorban a márványpoloska az elterjedtebb faj, amely szinte minden növényre veszélyes. Az enyhetelek miatt pedig nem csökken a számuk, a kellemetlen szagú bogarat pedig nem csak az ember nem szereti összenyomni, de a madarak sem nagyon esznek belőlük, így hazánkban nincs természetes ellensége. Tehát egyik legfontosabb, jelenleg jelentősebb kártétel az, hogy szivogatásával olyan pusztítást okoz, hogy például ezt a körtét, ha tárolni akarják, akkor ezt már lehet látni, hogy a szívás helyen elkezdett rothadni. Zöldségféléket és gyümölcsöket is egyaránt megdézsmál a poloska, ezt mutatja Tóth István. Az ízelt lábúak minden évben nagy kárt okoznak a veteményesekben. Különösen a márványos poloska veszedelmes. Ha nem is olyan sok van, mint tavaly vagy tavaly előtt, de nem tudjuk meg, tehát van mindenhol kertben, gyümölcsösben, zöldségfélékben, dísznövényeken, igazi polifák kártevő. A poloskák korábban jóval ritkábban fordultak elő hazánkban, ám mostanra az inváziós rovar olyan szinten megvetette a lábát Magyarországon, hogy minden szezonban számolhatunk az egyre nagyobb területen megjelenő bűzváladékot spriccelő kártevőkkel. Nem csak a kertekben találhatóak meg a poloskák, előszeretettel bújnak meg a lakásokban is, sok busszúságot okozva ezzel. Ami fűtött helyiség, tehát szobák, függöny, ágy, nem, oda beköltöznek, és gyakorlatilag, hogy ahogy melegszik, tehát ahogy fűtünk, akkor szépen előjönnek, tehát nem hagynak minket ott békén, tehát ott röpkölnek, rendkívül kellemetlenek, büdösek, tehát szó nincs arról, hogy na, jön a tél, és akkor majd telennek, nyugodtan lesznek, tehát aki ahova beköltöznek, azoknak ez gond, és mindenképpen valamilyen módon foglalkozni kell az, hogy ezt írtani. Ma már számos olyan termék létezik, amelyekkel írthatjuk ezeket az ízelt lábúakat. De egy kifejezetten bioaktív anyag, a hajtó gáza az nem veszélyes, bőre nem irritatív. Nem érdemes a kukába dobni a poloskát, mert kimászik, inkább ilyen termékek segítségével érdemes megszabadulni a bogaraktól. Tehát ezzel le kell fújni nekünk a poloskát, tehát mondom, emberre nem veszélyes, lakásban is használható. Olyan előnye van, hogy nem hagy nyomot a tapétán, meg nem tudom én az ágy, nem én a függönyön. Nem azonnal fog tőle elpusztulni a rovar, kell neki körülbelül egyen fél-egy óra, de biztos, hogy el fog pusztulni. Aki mégis maga szeretne megszabadulni a rovartól, az használjon kesztyűt, és a növények alá tartott ecetes mosószeres vízbe rázza bele a poloskákat. Megújult karrierportálon várja az álláskeresők jelentkezését a Paks 2 ZRT. A vállalat honlapjáról egyszerűen elérhető interaktív felületen nem csak a meghirdetett konkrét állásokra lehet jelentkezni, hanem részletes önéletrajz is feltölthető. A pályázó így bekerül egy adatbázisba, és a jelentkezését automatikusan számításba veszik, ha megnyílik egy neki megfelelő munkalehetőség. Már elérhető Paks 2 új karrier oldala. A megújult internetes felületen szakmai gyakorlatra pályakezdőknek kiírt munkakörre és több éves tapasztalatot igénylő állásokra is lehet jelentkezni, de önéletrajz is feltölthető egy későbbi ajánlat reményében. A korszerű interaktív felületen a jelentkező valamennyi szakmai tapasztalata részletesen megadható. A megújult karrier oldal így sokkal egyszerűbben használható, mint a régi változata. Egy egyszerű regisztrációs folyamatot követően bele tud menni már az adott felületre, részletekbe bele tud menni egy adott pozíció tekintetében, milyen elvárásaink vannak és milyen feltételeink vannak a foglalkoztatáshoz. De ez ugyanúgy érvényes a szakmai gyakorlatát itt tölteni kívánó jövőbeni, reméljük jövőbeni szakembereknek, illetve igaz a mérnök leszek program részvevőre is.
A karrierportál létrehozását az indokolta, hogy Paks 2-nél már az új blokkok üzemeltetésére is készülnek, ezért jelentős létszámbővítést tervez a vállalat vezetése. Ezért az adatkezelési szabályokat maximálisan betartva a jelentkező beleegyezésével Paks 2 munkatársai a már korábban érkezett hagyományos papíralapú önéletrajzokat is feltöltik az új interneten is elérhető adatbázisba, ez pedig hatalmas előnyt jelent a kiválasztásnál. Az egyik legnagyobb újítása a rendszer bevezetésének az az, hogy a humán igazgatóságon dolgozó munkatársaimon kívül az adott szakterület, amelyre meg lett hirdetve a pozíció, annak a szakterületnek a vezetője is a rendszer része tud lenni, nyomon tudja követni, hogy az adott pozícióra jelentkező munkavállaló egyáltalán, hogy ki az a munkavállaló, másrészt az adott pozícióra jelentkezett munkavállalónak hol járunk az interjúztatási folyamatával. A karrierportálon regisztrálókat értesíti a rendszer arról, hogy befogadta az önéletrajzukat. Emellett ők is nyomon tudják követni jelentkezésük státuszát az új portálon. A rendszerbe azoknak is érdemes önéletrajzot feltölteni, akik éppen nem találnak nekik megfelelő munkát, így ugyanis bekerülnek az adatbázisba, ami egyet jelent azzal, hogy egy később megnyíló állás lehetőség esetén az ő önéletrajzukat is számításba veszik Paks 2 munkatársai. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. 50 méteres magasságból láthatunk rá a városra, óriás kerék épül Pécsett. A járvány sem akasztotta meg a mesterképzést, okleveleket adtak át a pécsi iparkamarában. Új színházzal és rendezvénytérrel gazdagodik Pécs, októberben nyit az Escargó szobaszínház. Hazai pályán nyert a PMFC, a Siófokot győzte le a baranyai csapat. Kedden napközben változóan felhős időre, sok napsütésre van kilátás. Egy-egy rövid zápor keleten lehet. Veszít erejéből a szél, de élénk lökések még előfordulhatnak. Reggel 11-13, délután 20-22 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!